Na csácsomi csörtészt, a csokoládé és traktorkerék, szavaztok, itt van velem Bundi, én meg ott vagyok Bundiva. Ja, de szavaztok, üdvés, bocsi mindenkinek. Mind a ketten vesszük a részeket, hogyha esetleg kíváncsiak vagytok a Keeper részére, akkor meg tudjátok nézni, mármint nézetére, meg a Bundi nézetét is meg tudjátok nézni. Hát ha minden jó vagy, akkor fölkerül, vagy visszanézem azt a... Meglátjuk, sikerült-e belőni, úgyhogy jó legyen. És azt próbáljuk meg, hogy egy olyat szállítunk, hogy 20 darab rönköt egyszerre, kettő kocsival, négy kocsival megyünk ketten. Árvilág. Ezt le kell kapnom róla ezt a retket, azt fel kell raknom akkor a hosszút. Áj, jó vagy. Országúti kerekeket felrakjam? Hallod? Yes, érdekes lesz. Az jó fasza lesz megint. Kezdődik. Na, megint. Hol van az a rohadt tizé? Egy, ezt a villogót föl kell rakni. Hol van a villogó? Mi az? Mi a neve? Azt keresem én is rohadt. Ejte. Rohadtul nem találom. További megvilágítás megvan. Üzemanyag tartály alatt. Nagy nehezzel megtaláltam. Ja, tényleg. Jó van, fasza. Oké. Okay. Hosszú. Rönkpótkocsi, jó. Alakul a molekula. Ja, meg az uralra is fökök, akkor szerelkeznünk először, mi? Úgy van. Az ural lehetne különben pótkocsival is. Vagy pedig izébe menjen? Már erős lenne, hogyha izébe menne. Oké. Okay. Én is átülök az uralba. Odébb járok én, hogy... Mert így tök jó, hogy egymásra rakja őket, meg mind a ketten mehetünk velük, fasza. Így menjünk? Fasza lesz ez? Hát kiderül. Lehet, hogy nem lesz semmi az egészből, de majd elválik. Ilyen próba cseresznye. Azt mondják, puding próbálja az evés. Vagy összejön, vagy nem. Rönk utánfutó. Állatkodunk egyet, ezt a jó. Oké. Okay. Te pótkereket tudok felrakni, nem? Darutámasz. Vagy összejön, vagy nem. Pótkereket nem engedi ehhez felrakni? Nem tudom, én pakoltam semmit, én már irányba állítottam a verdákat. Aktam pótkereket szállítani, hogyha úgy van. Jó, oké. Okay. Olyan, hogy azt tudom, merre kell menni. Várjál, megyek akkor én. Ja, meg vagyok rönklerakat. Oké, meg vagyok. Ott áll benne. Azt hiszem az üzemanyagosak, azt nem tudom, hogy van ebben, vagy nincs. Mertek előre, menjek? Ahogy gondolod. Kapossad azt a követle, vagy menjek elő. Most valami baj van te. Elfész mellettem. Nem az a gond. Ja, kivettem sebességbe, mondom, mit csinálok én itt. Menök. Ez nem lesz az egyszerű. Meg főleg, ha már le lesz nyitva majd a rönk... Izé. Targonca vagy mi az. Hallod, a hátsó kocsidat nem is látom. Nem. Csak egy árnyék van a helyén, meg a felirat utána. Te nem hiszem, hogy felfutottam egy ilyen nagy bödös kőre, te? Hát, az egy éveket látod normálisan. Ja nem, csak az elsőt ugyanúgy. Ja, akkor jó. Te hallod, felfut az ilyen nagy kőre riktig az elején. Ja, ja, ízét látom csak. Nem hiszem, hogy felmentem ilyen nagy becekkövekre. Hát érdekes lesz. Először úgy akartuk, hogy 2 6-osat, 2 krazza, de az nem elég érdekes lenne, mert ideje lenne ugye, akkor csak krazza mennénk, az meg olyan uralmas. Ha esetleg üzemanyag, akkor meg majd hozunk. Tízes szállítmány különben tök fölösleges, de legalább érdekes.
kihívásos. Csináltam én egy körül 12-est is. Na csak azért, hogy... kipróbálja az ember magát. Ja, persze. Sok értelme nem volt, de sikerült. Az megint kevény terep lesz itt. Átlag. Jövősz, jössz, jössz. Jövök a hátad mögött. Amennyire tudok. Amúgy sokszor az Uralt jobban kedvelem, mint a Kraszt. Krasz olyan nagyon lomha, nem? Úgy van. Az Ural meg pörög... Szeretem mind a kettőt különben, de az Uralla pörgősebben lehet közlekedni. Ja. Fürgébb. Gyorsabb. Aztán most azt nem tudom, bazze, én már 200 éve jöntem itt el. Hogy már, de nem emlékszel, hogy lehet itt átkelni? Én itt át szoktam menni a sziget mellett baloldalt, de... brutal a full verzióban, meg ami multi, meg mit tudom én van, az nem egyszerű. Nem tudom merre menjek, meg kérem próbálom erre, bazza, itt mi lesz? A baj, fogalmam sincs. Én szintén nem tudom. Ajaj, lefulladt bazd meg. Elég szarul a... Aha, ez szivás lett. Hát itt nem kellett volna menni. Bízz vele, vagy menjek, mentselek? Hát, hogyha majd megkerüled, akkor ha tudsz, akkor gyere, mert ez hát itt... Hát ha összejön. Itt az meg nem kellett volna bevennem, te. Csak az a baj, külön ki kell rángatnunk mind a kettőt majd. Ja, így kellett volna, aha, jó. Az a baj, itt meg még ilyen fa böcekek is vannak, pont ugyanannak. Azt tudod, hogy az Uralom az szerintem kakuk. Hey, várj. Aha. Egyelőre jó vagyok én is. Mint az előbbi videóban fönnakadtam kövön, azon fönnakadtam most is. Takszerűen, mind a szar. Franc gondolta itt meg, hogy ilyen rohadt mély ez az egész kóceráj. Telebaszták úgy fával, meg gödörrel, meg kővel, meg sziklával, meg retekkel, mint az állat. Hó vagy? Mindjárt várja, most találtam egy vontatási pontot. Ugye, hogy nehogy bele nagyon. Most ez egész jó. Jó vagyok. Csak ugye bennmarad az Ural. Ezt ki kell vontatnom. Kurva élet. Nem beszélünk csúnyán mi. Nem szabad. Jó van, közben megoldódott. Néha megesik. Megpróbálom kirángatni az Uralt. Gyere barátom, gyere! De csak most meg... föl kell fognod megint a izét, mi? Az Uralodat neked is. Legkevesebb, nem tudod sem eddig. Hallod, kihúzta az Uralt a kraszba az onnan. Azt nézem. Ez kemény azért. Rajta vagyok. Pedig izé volt. Mi a franc? Tenger alatt járóba ment át a csávó. Kicsit közelebb fogok, nem szeretem a hosszú kötelet. Oké. Okay. Fasza. Jó van. Meg vagy te is? Aha. Meg sem merem nézni, mennyi a javítás pontja ez az Uralnak. Mennyire sérült le. Jaj, de jó, itt van ez a magyar. Oda se érünk, ahova kell, aztán csőd be vagy a... Project. Ja. Hát ilyen nagy atlanságokat találunk ki azért. Persze, most... Ilyen lehetetlen küldetés. Most 8x8-as mazza... Már normálisan itt pályát megcsináltunk volna készre. Ja, úgy. Vagy 8x8-as mazza platóval már elvittük volna. Most mit csináljak, ha nem vagyok normális. Na, át kell ülnem az Uralba is szerintem, hogy azt is megtankolja, vagy ilyenkor megtankolja, ha behúzza? Nem. Azt hiszem nem. Át kell, hogy üljél bele. Ja. Abban nem sok üzemanyag fogyott, végigrángattam a izén. A réten.
Aztán lehet, hogy ki kell volna ugratnunk külön-külön a verdákat, és akkor onnan rakottad egybe. Hó, megoldjuk ezt. Ez gyereki játék. Megvárlak, még megtankózta is. Csak orébb vonszolom a gépet. Mi baj, pettyent valami kipufogó. Nem tudom az ural mennyire van szar állapotban. Az enyém megsérülése nulla. Megnézem az enyémet is, tényleg. Jűjj, hallod, 460 sérülést kapott a víz alatt. A víz alatt, aha. Hát ez benne poén, hogyha csak simán vontatod, akkor elvileg nem sérült volna. Igen, hogyha nem izé, nem megy a motor, mi? Úgy van. De viszont van pótkerék rajt, majd megjavítatom magam, csak lehet, hogy akkor arra hagyom, hogyha teljesen berkeprál legalább, akkor tud menni, tudod. Durog egy kicsit, nem baj, jó az. Bírja. Ezt a mapot is szeretem. Van olyan map, amit nem szeretek, a folyami átkelést kurvára nem szeretem. Ez egy ilyen szopatás map. Az is játszható. Hát tudod mi benne poén? Múltkor játszottam vele. Egy körön. Megcsináltam készre. Full gond nélkül. Az egészet. Aztán... Nem kerültél elő. Nem csapattuk multit, meg mit tudom én. Mondom, lekiugrok, megcsinálom még egyszer, vagy megpróbálom, vagy feloldom. Hogy a mentésem legyen feloldom. Aztán, hallod? Kétszer próbáltam, a kettőből át se jutottam az adott járművekkel, meg adott kezdő járművekkel a másik oldalra. Az milyen idegesítő? Fölidegesített, aztán abból kezdtem egy másikat. Az milyen idegesítő. Előtte meg mikor játszottam vele, akkor gond nélkül átmentem az összes verdával, aztán feloldottam készsel, meg megcsináltam utána fogalt is mindent készsel. Ja, hát az a legszarabb, amikor már régen megcsináltad, de utána meg valamiért nem sikerül, valami tök hülyeség miatt feburul vagy akármi. Ha mindjárt ott vagyunk a rönklerakatnál, jó lesz ez. Lehet, hogy akkor azzal átmegyek az urat, meg mellégzom. Kikapja azonnan. Jaj, bore! Főleg, hogyha fölburul. Én krazza is majdnem mellé mentem. Meg ezek lapúrak, ezek az üzeik. Ezek a hidag, vagy mi a fasz? Jó, na átértem. Na itt meg bazna, pont üzérbe kéne. Jó nagy ívbe fordulok, hogy elforduljon az ural is. Itt egy jó szopós hely lesz. Még jó, hogy nem rönkökkel vagyunk. Jó, egy ívbe fordíts te is szerintem. Mondjuk neked nem kell mondanom szerintem, körülbelül lehet, hogy kétszer annyi játszottál már Spin Tires-t, mint én. Hát játszottam is vele párszor. Ha valaki megnézi a csatornámat, azért szerintem dereng neki valami. Volt, aki azt mondta a nézőit közül, hogy most vagy a Bundi szereti a Spin Tires-t, mint az állat, vagy beakadt neki a játék. Mert van fönn pár videó. Hát meg az a helyzet, hogy neked nem kell bemutatni, én rengeteget traktoroztam, meg mit tudom én, meg erdőn dolgoztam kiközelítőként, meg mit tudom én. Azért valamennyi... Nem idegen a téma. Dolog ragadt rám a koszon kívül is, szokták mondani. Mindjárt, csak be vagyok izéve, keményedve itt a talajba. Csak hopp. Nyugodtan én itt. Parkolok a hátad mögött. Itt van egy fa és nem akar efejérni a mocsok. Ej, te more! Elakadtál? Az a gond, hogy lehet, hogy leköfognom, mert ezt a fát itt megirányoztam. Ez nem közben. Ej, te more! Nem lesz az így jó. Ebből baj lesz. Leköfognom. Lefogtam egyet. Többször, hogy nem látom a mögötted lévő szekeret, csak egy árnyékot. Mindjárt az a hátrébb kéne jönnöm egy kicsit. Így ez meg durog itt elő a dolog. Szóval igen, rám csúszott ez a szekér. Meg én barom beláltam ide a hátad mögé, ha
lakadékba. Jó ez. Ezt az időt sose használom, ugye át lehet ülni egyik járműből a másikba, hogyha közel vagy hozzá. Na, hát azt nem szoktam. Pedig lehet, hogy az is egy hasznos dolog lenne. Na, mindjárt... Jó, tele barmolták kőbe ezt a játékot. Jó. Kőbe, akkor a sziklákkal, hogy van mikor fölmész valamelyik vendel, aztán bukvent. Szoktam úgy csörlőzni, hogy a hátulját fogatom. Ezt tolja magát. És egy jó, hogyha az elejét tudod nekihúzni a fának. Pont előtte az izé. Rengeteget játszottam én is úgy. Hogyha már elő nincs mihez, vagy mit tudom én, és főleg kell húzni, akkor a hátulját csörlőzöd meg, aztán még ugye az elejét meg elvonszolja, tudod. Jajaj, átvalogatja. Akkora kövön vagyok, hallod, pörgök rajt, mint a körhinta, hallod. Látom, figyelem. De mi az? Az a semlényeket. Hát mekkora külj az, hát vigyelj. Beütél ringisbe. Jó. Hát ma valami legyen, most az elejét meghúzom, azt talál kijön onnan, hát de... Már röhely. Az meg mekkora kő az, te? Hát mennyi a, van? Aláék elődött szegény gépnek rendesse. Na végre. Megtörtént az esemény. Vigyázz azonra, ne menjél rá, mert... Még az urat rárántom, aztán akkor lesz a tuti. Most te tuti. Jaj, de jó, végre. Te Isten, hallod? Jaj, ne akadj el a fába, meg amikor elakad a fába, na? Amikor ilyen izé fába elakad, hallod, ilyen korvastagságúban aztán a nagymazba azért nem tud átmenni rajta. Attól szoktam vadulni még. Ugye, csak ide be... Megyek a fog közé. Na, már megjöttünk. Na meg itt akkora sár van, itt a rönklarakatnál enné az... Külön-külön alig tudsz kérni onnan, azt... Ja, aláírom. Azt lehet, hogy azt csinálom én is különben jár rogatunk, nem? Ezek a kövek? Ezek a... Kipakoljuk őket külön-külön. Ja. Szépen, ja. Aztán meg adj neki egybe. Te vagy összejön, vagy nem. Megpróbálok, kicsit félreállok, hogy ne zavarjalak. Ide félre rángatom az uralt. Ugye férje mellette. Így jó, nem? Nem tudom. Szerintem így jó. Fasza. Ugye? Ott te félsz? Egyelőre fönnakadtam. Tudod, itt is vannak ilyen napok. Ó, hát ez a legjobb, ja, megint. De úgy csináltam, hogy nyomtam az F-et, azt átlöktem magam a másikkal. Engem is azt tolt le, pedig nem is nyomtam F-et. Elromoltam azt, hogy gyorsabban közlekedik az ura. Igen, igen. Nagy nehéz a cross. Megpróbálok bejutni vele, de ez megint nem egyszerű lesz. Szétvágjuk itt rendesen, azt hiszem ezt az utat. Hát itt... Itt olyan szépen fel lehet borítani, amikor jössz kifele. Öröm nézni. Na, more. Jó lenne, megfordulom szerintem. Hallod, üresen alig tud az ember bemenni. Ja. De közben érkezek. Oké. Okay. És megfordítom. Nem, hogy izével akarja forgolódni. Rakottan. Rakott fel a csinta. Hát jó, ez jó kihívás, hallod? Ilyet kell csinálni valami. Nem ám izével, platóval, meg ilyen. Majd legközelebb csináljunk olyat, hogy zilekkel, hallod? Aztán most talán megnyugszik a... Nép. Nézőtáborod. Jó. Mert mindig a Spinterest keresik. Most akkor itt lesz. Meg azt szokott megvarítani, amikor nem gyílik ki az a csomagtargonca, hallod? Az meg megint egy élmény szokott lenni. De úgy kell előbbre húznod menet közben, ja. Különben nem gyílik ki. Nekem meg már kezdi, tudod, állítsa megfelelően. Oda nézzé! Ettől kapok attyúgykövet egyszer, szerintem. Hát meg volt elsőre. Mazdi, ez különben csak szerencse. Beparkoltam a szarabbik oldalra. Mindjárt távolodok.
Kivezégy le minden a crust. Gyönyörű az a crust különben. Júj, bazza. Mire szépek ezek a járművek. Meg ezeken nincsen semmi design. Hanem csak úgy, ja. Ahogy sikerül, nem, hogy működjön, azt kész. Az jó benne. Utál jó gépek különben, hallod a seregben, ne tudd meg miket bőletük velük. Csak föl ne boruljon, itt olyan szépen föl lehet borulni, bazd meg, itt az elején, hogy az hihetetlen. Megint leszáll az éjszaka, az lesz a szopás. Na jó, már csörlőzhetek itt a kapásból, az a mindjárt. Nem tudok kiverni, de hallod, ez egy őrület. Ezt, aki kitalálta ezt a zsaras részt itt. Annak az édesanyja csuklik biztos rendszeresen. De édesapám csuklik a ló, mi? Hát ja. Itt meg fiam. Hát de nem úgy, hanem össze. Na végre meg kitaláltam. De more. Hát ha meggyűjtél, vigyázzat. Kicsit szétkaptam az utat. Ne is törődj vele. Vigyük még magunk el ezt a izét. Az enyém már mindjárt ború. Ez ott olyan szépen fel lehet dönteni, hogy ez hihetetlen. Egy-ketten biztos szitták a készítők édesanyját azon a részen. Nem aprózták el, nem. Hanem nem is jól emlékeztem, ezek garázs. Garázs, ja. Nem üzemanyag. De minek garázs? Ide nincs is garázs. Nem, amelyik részben üzemanyag volt rajta, nem garázs. De hát itt ezen nincs is felszabadítható garázs? Minek ide garázs? Dehogy nincs, itt van, ahogy mész előre. Ja, ott a sarokba. Ez az utó bal oldal. Aha, ja tényleg, ja. Mondjuk azt a innen, aki elvonszolja, adnak is. Gratulálok. Garázs. Le lehet vele csapatni különben. Igen. Jó, én itt meg... dobok egy bukfencet. Meg itt megparkoltam szerintem, itt letettem a Verdát szépen finoman. Te Isten hallod, itt én is mindjárt felborulok itt aluhájbe. Eljöttem az uralére, szerintem mire visszamegyek, az egyén is felborul. Az tényleg az, hogy ez úgy állnak. Az uralra pörgősebben lett. Befogom, lehet az uralt előre, hallod, komolyan mondom. Viszont ezen kell javítanom. Az meg le van szedálva. Meg az uralnak beteszed a retteletest, pörögnek a kerekek rendesen. Az tuti. Ez de erős lesz ez a fuvar nekünk. Befordulok most a tufelő. Még ha úgy húzza ezt a hátsó részt, bazen mint valami ekét, nem is forognak a gerekek. Biztos nem nagyon fogja vissza a gépet. De egy biztos, hogy brutál jó megcsinálták ezt a játékot. Kegyetlen. Nekem rohadtul bejön. Már más téma az, hogy lenne mit javítani rajta. Ja. Ezt elvileg egy csávó csináltam. Ez a rakódás, mit tudom én, meg a garázsba akaszgatás. Az egy agyrém, de amúgy kegyetlen jó. Ez valami egy csávó csinálta, és volt belőle egy botrány, egyszer volt olyan, hogy meghalt az összes verzió. Mert valami izét, hibát rejtett el a kódba, hogyha át akarja baszni a kiadó, nem akarja kifizetni, akkor szépen nem rak frissítést, nem ad ki, és szépen megdöglik az összes játék. Igen, meg időkorlátosra csinálta meg. Játszottál vele x ideig, és akkor utána nem indult el többet. Ja, azt izé. Azt azért csinálta. Azzal szoktam kijátszani, mert jártam úgy vele én is. Hogy visszaállítottam a gépet az időt, és működött. Ja. De hát az tök nagy botrány lett belőle tőle. A kiadó valamit hamiskodott is. Aztán gondolta csávon anyátokat. Nem fizettek ki. Én per pillanat úgy vagyok, hogy mindjárt borítom a lakatot. Igen. Jaj, more. Hát ugye, könnyen megtankolsz még egyszer. Várjál, itt van ez az izé, ebbe át tudok ülni, ebbe a Verdába, a ponyvásba. Jövök, menjél nyugodtan. Jó.
Jó lett volna valami vontatójármű is lehet. Melyik az én gépem, te? Az első. Az első. Nem a... Balok ide. Na, hát hallod, ez... Ez szerintem ez kivitelezhetetlen lesz ezt itt leszállítani. Főleg még éjszaka is. Te mehetnél előre különben, mert ezt a telepet te szerintem jobban ismered. Én itt mindig beleszoktam keveredni, mint cigány gyerek a Huzentrogerbe. A majom a házi Csernába, mi? Ja. Azt se tudom, már el van előre néha itt. Na. Hunkö itten. A motor indítás, mondom miért? Hallod? Nem tudom, nem lenne jó, vesz, hogy föl kéne oldani azt, de nem jó, mert nem tudunk oda bemenni. Mit? Garázs, garázs. De nem tudunk oda bemenni, mert rohadt nagy előtte a sár, meg kicsi, meg van benne egy nagy gödör. Esetleg külön-külön a kocsikkal, mert hogyha rakottan és keresztúzol a garázson, akkor lejavít, meg tankol. És akkor tudod vinni tovább úgy. Hát addig ne menjünk-e, el tudunk menni át a izén. Síksárban. Akkor menjünk keresztül mindenem. Aha, én megindultam, gyűsz. Persze. Figyelj, ez sima liba lesz. A sima liba, hogy nem érünk oda vele, de majd kiderül. Gondolod? Figyelj, megnézzük. Megyek, csak azt nem tudom, hon kell lefordulni, mi jobbra majd. Pudding próbálja az evés. Abba szóljál rám, hogy hol forduljak jobbra, mert itt mindig belekeveredek. Tudod, ki a síkságra. Oké, megvárlak. Remélem lesz elég helyem. Nem gondoltam, ilyen hosszú lesz ez a videó, basszus. Megvárlak, megnézem a térképet, de... Te, elvileg, hogyha én jelölök, vagy te jelölsz, az látszik. El kell fordulnunk a legelsőnél? El, nem? És akkor ott az erdőn áll, vagy hogy a francban van? Őszintén gőzöm nincs, hogy merre akarsz lenni. Hát hát, izében a síkságon, tudod, és régen, lehet teljesen. Valahol ki lehet kepesztetni jobbra. Oda. Jó, ez elég stabil ez az út, te. Nem borulékony. Úgyhogy jó. Csak az oldalakra kell figyelni, mert néha ilyen elég meredek az partja. Ez a nem mindegy azért. Eszi az üzemanyagot rendesen. Csak ne lenne éjszaka, úgy utálom. Én is vagyok odaérte. Szerintem ránk virad, amire ezt levisszük. Azért köpen szebb lett volna világosba ez a videó, vagy ez a fúval. Ja. Hát mennyi idő van? Várjál, ránézek. Ha éjfél van. Mikor sötétedik? Sötétedik már odakint. Pofa be. Pofa be. Ja. Az egy komoly film. Amikor elütik a izét. Hát az nem egy nagy költségvetésű film volt szerintem. Nem. De olcsóban egy filmet se csináltak. Ráadtak egy-két gugyát egy-két emberre, aztán annyi volt. A lómut, meg a tyukmut, meg a baromfimut. Ja. Meg nem láttad a Peti? Hallod, amikor elütik azt a izét, futnak mi? Két fákja hátul meg csókolóznak, mintha autóval vennének. Az komoly. Kiszáll meg minden, hátra megy. Igen, sima liba, hallod, olyan, mint egy izé, egy kis városi autókázás ez. Igen, ez itt, bemegyünk a télire, ott meg süllyedünk elcsém, egy fontos, nem szabad leszállni a gázról szerintem majd. Meg a izét is nyom majd az F-et, mint a bolond szerintem, aztán végigmegyünk tavon mindenen. Már ránézek a... megállhatok? Ránézek a térképre. Nyugodtan megállhatok. Jó. Azt a betyár, még jó messzi vagyunk benne. Itt be kell fel fordulni arra, így. Mindjárt. Elvileg megjelöltem, te látod a térképemen? Szerintem arra kéne menni, így valahogy.
Újratervezés. Én nem látok semmit, more. Nem látsz fehér vonalat? Nyissam ki a szemem, mi? De F1. Akkor sem látok vonalat. Hozzá. Akkor mi? Mindegy, hát menjél ezt a meg utána, nem téma. Ma megint rám lesz kem. Ha te belegabolj az alagba, akkor én is maximum most. Az a tuti. Itt bemegyünk jobbra, az a lényeg. Nem látod te itt előttem a izét, csikot? Elvileg, mint a fehér, ezt kéne látnod. Ha nem is nem látok én se, rajtad kívül semmi. Akkor mindegy, akkor menjünk. Ne is törődj vele, tudd neki ezt a kész. Most aki nagyon ismeri a pályát, az most is mondja, a hülye bemegy oda, sose jössz ki onnan. Ezt nem tudom te, hogy vagy már, de engem rohadt nem érdekes. Ott meg a másik. Ó, de legalább lenne izé világos. Aha, itt. Várjál te, more! Hű, ez az ural! Fölül! Jó, az uralom elment borér, hallod? Jó, mert? Aha. Az uralom az elment borér. Ennyi még megvan. Meddig azt nem tudom. Akkor izé van. Én szerintem az annyi volt. Így megyek, az csak. De nem látok a kettőig, az ebbe a sötétbe, te. Jó van. Egy uralla kevesebb. Így is még... Most, de már de megélek majd mellette elhúzni. Miért? Az látszik is. De itt van elő. Itt van benne de... a kanyarban, jobb oldalt előttem. De izé, milyen? Ilyen csak árnyék? Mert akkor át tudsz... Árnyék. Akkor át tudsz menni rajt. Mindegy, megkerülöm, menjél csak. Pont azért izéten burultam föl, mert az meg fölment egy ilyen dombra. Nagyobb ívbe kellett. Na jó, most már könnyen megyek, hallod? Ezt is felborítom, bazd meg, föl se rakom a videót, mert izé megölnek. Megvárlak. Te vagy a felderítőm, úgyhogy... Ha viszlek én olyan helyre, sose gyövünk ki, valahogy úgy kell végig tulatni. Én rákfordom, mindent hallok. Még megvan az uralod? Meg. Hátra sem ezt nézni, mi hallod? De nézegetem. Hát, hogy nekem is azt kellett volna, nem lett volna gond. Nem csak dumálod. Ja, itt kell rámenni a izére. Síkságra majd, itt kell lemenni, jobbra. A lábsénynél még megúrt, tudod? Ja. Na ja, igen, itt egy kicsit nagy a sár, nem nagyon. Finoman. Finoman nyakig ér, mi? Ja. Fölhasolhat a izé verde. Hú, te hallod, ez nagyon nagy ez a sár. Mi van veled, tesóka? Nem akar megindulni. Tolja meg vagy? Nem akart megindulni a gép. Gép állat. Kicsit várok, még előbb bekeveredsz. Persze legalább világos lett, de te Isten! Nem lenne rossz. Jó, ma meg fölmegyek a síkságra. Csak annyi, hogy ott majd te kezdek süllyedni. Annyira nem akarok fölmenni, így. Süllyed a verda, így. Elsüllyedtek a kerekek. Úgyhogy egy lendületből kérem, hogy följönnöd neked is ide. Csak az a baj, korom sötét van, nem látom, hogy merre van elő. Lendületből elakadtam, barátom. Elakadt? Na ott jobbra fal, vagy volt nekem legalábbis. Nem baj, tolom az urala, nem probléma. Ne törődj semmivel. Aztán torony irán megyünk. Korom sötétbe. Mivel köp le... előre. Mivel kell lámpát kapcsolni? Nem az F-e? Nem. A G, a Duda, a H, a lámpa. Igen, hogy? Na de jó. Na. De fölkapcsolod, még annyit se látsz. Az igen, különben úgy van. Na, tudsz utána jönni?
Egyelőre még vagyok. Nem szállok le a gázról, mert akkor vége lesz a bulinak. Amúgy is lehet. Megyek a fa irányába, ott vannak fák. Én meg előzök. Az igen? Ne szórakozzál! Mennyi arra egyenesen csak. Ha tudsz. Mit csinálsz? Tolatod magad urallal? Hallod, levegőben van a frontnak az eleje. Az jó, aj, az ural. Kölöd volna üresen hoznom magadnak a... Várjál, hallod? Nem tudok menni. Ha. Ne, hogy... Ja, mondjuk ne szállj le a gázról, mert abból nem lesz jó, nem lesz ennek jó vége. De csak tudnám, hova megyek. Csak az, meg az a gond, hogy ez a gettó, ez meg besüllyed, hallod? Nem fogok nem tudni kivenni. Nem azt, hogy álló helyben meg hát esüllyedt a tetőlapban, igaz, az orra utóvajra. Nem tudok kimenni. El kell hoznom valami gépet, hallod? Nem tudok kivenni. Vagy gyere, visszaértem urallal, hallod? De mindjárt valami... Dombtetőn, keres... Próbálok ja. Próbálok keresni valami stabilabb pontot. Egy takarást azt találtam itt. Az ajtót nem kéne kinyitni. De olyan helyre kéne megállnom, ahol van valami fa, bazzek, de nincs még a környéken se, hallod. Hát, hogy lejtőnek lefelé megtudsz, az jó. Magas lesződ meg, ne megged csődlözzél a gyökér. Bazze, hallod, az ajtót... Az ajtó felé ígér a sár. Az urallal gyere szerintem, az kisebb legalább. Tökölöm volna ajtanom az uralt, azt legalább az a kepeszt tóltam volna magam. 202-t sérült az uralom, more. Szoktam úgy, hogy így lassú menetbe forgatom, csak a kereket valamikor tapad, de itt aztán nem nagyon... Ne, na, na! Na, tapadjál meg, baszod! Ó, te... Ez az benne poén, hogy azt tudom, hova vagy ember. Térképen látszok elvileg. De ott villog valami. Még kuszok a fa felé, hallod? Kéne egy alásó... kiásni a verdát. Lehet, hogy közben meg sikerül megoldanom, csoda történne. Merre vagy, Bore? Hát itt... már... Várj, hol vagy te? Jobbra tőled. Kicsit jobbra. Kicsit jobbra, aztán elő. Még jobbra, még jobbra, még jobbra. Szedj jobbra. Még jobbra, sokkal jobbra. Gyere. Most vagy irányba. Ha, meggyűjtél, jó van, király. Királyság. Ne is fordulj meg, vagy megfordulsz? Ahogy gondolod. Hogy húzol a klükbözbe, ember? Hát úgyis tudsz. Ez a szerelvénye. Jó, tényleg, ez... Azt a balzeg, hallod? Mi volt? Esüllyedt a fiúralom, az elejét nem is látni. Akkor az a probléma itt. Meg vagy? Meg, mehetünk. Nyomjad. Nyomod? Tudom neki, bátya. Jó van. Balzeg, hallod? Az, amit vontatok, annak nem látszanak a kerekei. Nekem meg esüllyedt az uralom motoráztatóig. Na, valami lesz. Jó lesz az. Úgy bazen... Eki a bátam. Nagyon gyorsan megyünk. Jó, te hallod, ma reg... Mi van, mozogsz, nem mozogsz? Majd mindjárt ütlek, baze. Ma hajnalodik, hallod közbe. Jó, én ott tartok, hogy alulhelybe csörlőznek. Az jó, mindjárt meglöklek hátulról. Csörlőzz csak. Elsüllyedt a kabinit. Na. Mennyi, more? Jaj! Neee! Te fasz! Jó. Hátra. Szedd vissza. Mi legyen? Ez a hála, hallod? Leakasztottam. Kiuszkodom, ez a fölbori. De még majd kell húznod, vagy nem milyen tudom. Vagy? Majd szólj, hogyha tudsz húzni. Egyáltalán mozogni tudsz, mi? Megoldom. Levegőben van ez a szar. Vagy nem. Azt hittem.
De rajta vagyok, az ügyem. Kicsit próbálom erre a fák közé beszedni, hát ha valami lesz. Vannak ám itt fák. Csak... elég távol. Ah! Elkapta, jó, ide felborítom a krasztoszt, nem lesz rá gond. Mennyi more, indul meg! Hallod, húzom ezt a köcsök pótot, nem is forog rajta kerék. Tudom, az a legszarabb. Biztos jó sok izé lehet akkor. Kajak lehet. Jaj, te kő! Körülötte nekem ide. Na, megint egy ilyen nagy böcekkő, bazza, itt van te. Pont a lökhárítónál, hon lenne? Ide tényleg lehet kellett volna egy maz. Én mondtam. Ha minden kötél szakad. Hallod? Gőzülnek a kerekek, ahogy rúgva az... abban biztos voltam, hogy nem lesz egy egyszerű nekikutás. Mennyi, more, mennyi, húzzá! Az a baj, a izé... jó, megindultunk! A pót még mindig a dombon túl van. Ez olyan baza, mint a izé lenne. Jaj, várj. Hát ujját meglöketem egy kicsit. Jó, remélem nem borul föl. Mi a franc? Egy ilyen kicsit fa megállított. Ja. Na papi, mindjárt előre török talán. Kicsit lápos a talaj. Nem? Nem tudom, de úgy érzem a krazom az, hogy nem süllyedtem. Hát fasza. Megpróbálok kicsit följebb vonszolódni. Nem tudom, hol lehet keményebb a talaj szerinted. Szerintem olyan helyre menni, ahol van fa. Tudom ja. Magad menteni. Oké, itt van fa. Megállok, ezt gyorsan rácsörlőzök. Gyorsan. Oké. Oké. Még nem süllyedte tökig. Ő, te húzol vissza, hallod? Várja már. Na próbáld meg, most már nekem mindegy, úgyis. Hát, ha téged kihúz. Csörlőzz meg. Hát, ha... hát, ha megindulsz. Hát, bátya, húzom a kravodat hátra. A pecsába. Várjál, följebb megyek. Följebb megyek, azt megpróbálok meghozni. Megakasztom be az egy fába. Szoktam úgy, hogy meg beleakasztom valamiben, nem szoktad úgy? Mit tudom én akár... nincs, akkor mindjárt fölmegyek a krazér, aztán étkuszkodok itt minden. Hát, azzal se sokra mész számít. És itt szopáson vagyok. Mennyire távol tudsz izéni, csörlőzni? Itt tudsz? Itt már nem? Ma nem érlek. Bazd meg. Hát még lefele se akar menni, azt hallod te? Na, ez így jó. Megihúzlak vissza, papa. Te hallod, ez durva azért. Na most mi lesz? Hát itt problémás. Az a baj, a fát nem lehet leakasztani, ugye ez a nagy gond. Fölmegyek, megyek egy karikát, nem tudom. Az a baj, hogy bármit, de gerej, hallod, hátrafele se tudok egy mozdítani, vagy kifordítani, hogy tudnak rajta valamit variálni. Hát ez nagyon kellemetlen. Az a durva, hogy fára rákötök, még úgy sem tudom magam csörlőzni. Mi a túró van itt, bazd meg? Azért annak már kéne mozdítani, nem?
Hát ez nagyon kellemetlen. Még lefele sem ész, tudsz menni ebbe a sarba. Nem? Ja, megvindulta! Király! Gyarékék! Veled mi a helyzet? Velem nagy szopás. Be vagyok állva, mint a gerej. Majd ide, valami keményebb helye, állj meg aztán rajtsál ki. Azon vagyok, Szaki. Csak nem tudom, minek mentél neki szemben annak a falnak. Most így bárra húzzalak. Jó lesz az. Majd szedem arra. Megvan? Még nem. Jó az, meg fog férni. Oly király. Te Isten! Hoppa! Elakadtál, hogy mi? Nem, csak... nagy a sar. Törlőzött? Most igen. Van baj. Kicsit. Úgy-úgy, az jó volt. Kimozdított. Te, azért ez jó ki... tudjuk magunkat szopatni megfelelőképpen. Ne is törődj be. Tudod, mit csinálunk? Izé, egy ilyen mészántás mögöttünk. Veszem észre. Csak nem, ne álljál meg nagyon olyan helyen, ahol szar helyen vagyunk. Domnak lefelé szabad. Behúzlak ide, a krazom mellé betépünk ide, oké? Okay? Jó, úgyhogy lefelé álljon a gép eleje. Azon vagyok. Na, tettem neki egy rettenetest is meg. Csak föcsöli a sarat. És mindjárt elfogy még az üzemanyagunk is, az meg még egy plusz aranyos dolog lesz. Leakasztok. Megállok én is itt. Lefelé, domnak lefelé. Oké. Okay. Jó. Csüljedek, jaj! De hová mész? Csüljedek, bazze! Megálltam így. Kár volt lemenned innen mellőlem. Mert? Még nem akarom elkiabálni még mind a két autóba. Ja, hát lófasztak az azba, majdnem elment platói. Aztán még akkor még mehetünk a célig. Te, te fiú. Ez nem lesz egyszerű. Főleg van 65 liter üzemanyagom, hallod ebbe a krasszba. Nekem még 148-an van benne. Akkor majd végig ráaggatsz, hallod? Nem baj, majd... valahol itt lopok egy üzemanyagos kocsit. Csak az a gáz, hogy rohadt nem tudom, hogy merre kell menni. Az a baj, rettenetesen messze van. Már mehetek én előre. Megint elakadni. Megküdöm. Hát nem baj, ha tudlak, akkor megyek menteni. Küdöm neki, jó? Gangolja. Csak megint a küljek, hogy rohadj meg. De most már látom a vonaladat a térképen. Látod? Eddig nem volt. Vagy ezelőtt nem volt meg. Próbálok itt levickélni, úgyhogy nem szállok le a gázra, jó? És nem a vonal a jó, mert a tó jobb oldalán kell elmenni. Elvileg. Tudsz jönni? Indulsz? Azon vagyok. Ne szórakozza, hogy már megint fönn akar... Ne! Anyád, úristenét! Jó van. Megint fönnagadt az eretek. Megint fölfeküdte!
Mindjárt megpróbálom kibögyölni. Finoman. Mi a helyzet? Próbálom kibögyölni innen. Megint ideig van, platóig vagyok. Menjek érted, bátya. Várja. Ajaj. Hallod, ez volt ezt a videón, itt állóhelyben a domb tetején megrogyott a föld a verda alatt, és ez egy kajak süllyed el. Ez egy meddig tengőig. Az jó. Az lesz a bajom nekem, hogy el fog fogyni az üzemanyagomra arású. Nehogy jól érezzem magam annyira. Te fiú. Ha lefelé jál a gép, aztán... Á, te hallod a... Az üzemanyag tartájában van süllyedő tökig. Majd a teteje nem látszik az üzemanyag tartálynak. Kellett volna ide valami masszív gép még. Van egy olyan érzésem. Én vagyok, Muki. Oké. Okay. Jaj, more. Hátrafele? Jöhetsz így. Jöjj, az meg izé, süllyed. Süllyed. Na jó. Megmozdultunk. Kravat életbe ebbe a kraszba. Oké. Te Máriám, hallod? Hol álltál meg? Valami jó helyen? Tudom én, állóhelyben süllyedt a domb tetejé alul. Nem tudom, majd kiderül. Ne váltogassál itt, barátom! Legjobb, amikor az süllyedsz, aztán még neki a keresni a sebességet az autóktól. Mi van veled? Meg vagy? Megyek itt, tehe. Nem lesz egyszerű. Itt felmennem. Ne süllyedjen, ne süllyedjen, ne süllyedjen. Ne váltogass! Ne váltogass, buzi! Hát itt nem fogunk végigmenni, attól félek. Jó, esüljött. Hát, bazd, mert én esüljöttem, hallod? Mindjárt valamára előbb bepályázok, aztán megnézzük. Bazd meg, az a kibaszott uralom nem dorul fel, tudtam volna magam tolni. De igazából tök mindegy, mert tudod mennyi liter, 30 literem van. Úgyhogy mindenképp időm lesz. Lesz egy köröm. Kár, hogy nem lehet három szekeret egybe akasztani. Mindenképp kell hoznom izét üzemanyagot, hallod? És tudod milyen nagy cumi az üzemanyag? Ugye ez alapba üres. Neked mennyi üzemanyagod van? Nem kell neked? 113 liter van a crossba. Az urat meg mindjárt mondom. Hát elmegyek üzemanyagért, más nem tudok. 30 liter... Uradban meg 115. 30 liter... Visszamenjek érted? Vagy most hol vagy? Hát most ott hagytam, mert de üzemanyag... Vagy megpróbáljam bevinni őket. Próbáld meg, ha gondolod. De izét, üzemanyagért el kell mennem nekem crosshoz mindenképp. Nem mindegy, eddig én van szorgok, aztán meglátjuk. Jó. De lehet, hogy nem érek be velük, tudod.
Ja, addig megtalálod, odaérek az üzemanyaggal. Apám, azért ez nem egyszerű. Csak ez az üzemanyag is nem is kéne maxra teleraknom, mert ez is olyan nehéz lesz, mint a dög. Tudod, hogyha telerakod. Kamaz. Bandi kedvence. Mindig kamazodik. Nem rosszak különben. Mondjuk most már megcsinálták őket aránynak normálisan. Nem törnek szana szét, de az elején nagyon szarog voltak. Kényes, mint az állat, meg tehetetlen. Most már azért nem törik annyira, meg kicsit jobb lett a... Már jobb lett a technika. Utcos. Most már jobb képességekkel rendelkezik. Nem is lenne baj, hogyha lenne egy tolójárművem, mert az a gond, hogy akkor az olyan kurva tehetetlen be az a hosszú izével. Rönkkel. Mondjuk még egy élmény lesz eljutnom izéig. A... Krazik. Vagy a... Ja, Krazik a izé... A kamazza. Na, hogy állsz? Még... úton vagyok. Ott lesz egy ilyen kettő domb között kell bemenni majd elvileg, egy kis vizes... Hát én bejöttem hozzá, hogy hova, azt nem tudom. Egy ilyen kis vizes rész, és ott már meg is látni a cég. Itt van kétszer, vagy jobbról-balról. Ó, nem erre kell, jól van. Utca 5 liter benyám van a krasszba. Hát, az bőven sok. Én annyit rugattam, hogy nem szerette. Hatszáz liter viszek, csak ne terheljem túl nagyon. Az vagyok itt szarba. Hát ott, ja, ott elég necces az a rész. Nem is az, hanem azt lesem, hogy itt van egy sziget, egy ilyen erdőszerű akármi, és arról van be egy írtás, meg jobbról úgy. Most azt, hogy melyik ódot menjek be, a villant ugye. Megyek jobbra, aztán vagy odaérek, vagy nem. Tököm sem emlékszik már rá. Hát jó. Mennyi, én is, én meg ma, nem is tudom, talán hónapok óta nem játszottam ezzel. Nem vagy vele egyedül. Már vagy egy éve nem játszottam vele. Csak most, hogy sikerült bepajázni eredetibe, azóta játszottam vele egy-két órát. Ja, a múltkor izében volt, PC Guruban volt, vagy mibe, GameStar-ba? Ugye? PC Guru, úgy van. Hú, bátya. Na, mizu? Majdnem nyomadtam egy bukfencet. Majd megnézem videóba. Azt hittem ború. A technika.
Mondjuk, ami késik, nem múlik. Itt van egy leszakadt híd, tudod. Meg előtte egy nagy batár ugrató. Egyébként ezek a... Nézzék, ezek a kamozok tényleg egész jók lettek most már. Főleg az, amelyik nem az utcai. Mert a másik az utcai, az nem kövele sokat terepezni. Az azt hiszem nem is összkerekes. Ugye? Tudom. Az a kamaz, az egyik az nem összkerekes, más csak a közé terepes. Az egyik azt hiszem nem, aha. Hallod, ez nem 2 perces videó lett. Tehát ilyen hosszú lesz. Aztán lehet, hogy senki elmérni végig. Lehet, igen. Tényleg, aki itt... 65 literre már piros, mondjó. Aki itt tart, most a videót nézi, az írjon már valami tyukot. Hogy tudjuk, hogy egyáltalán valaki itt nézi ezen a részen. Így a tik. A barátom Sándor. Hallod, ide értem a krozomhoz. Itt vagyok. Én meg benn vagyok a lerakóba. Bevitted? Atya. Király. Én megjöttem ehhez a kotlak raszhoz, bazdeg. Ide értem. Pálítom meg, hallod? Megpróbálom utána kötni, megtógni be ezzel, mert már kíváncsi vagyok erre a projektere. Gyere bátya, most nyomhatod. Lepakoljak ezt az urala, visszamenjek menteni. Igen. Ez nem fogja kitódni, úgy látom. Hát lehet, hogy valamivel jöhetné. Mindjárt pakolok. Aztán érkedek. Az a baj egy más járműveibe. Meg nem enged. Ó, de karvot leraknom, csász. De nem baj az. Még akkor nem muszáj azt lenyomni, hogy vissza. Azt tudom. Ott lehet, hogy valakit idegesít. Ja. Csak nem. Lefogom a szekeremet, aztán... Te. Ez az, alud a izé, cross. Mára vagy, bátya. Már úton vagyok, ez a cross bazzag nem húztál a izét. Ezt a kamaszt. Fordítva a kamasz meg viszi be az a cross-t. Oda nem egyszerű, nem? Úton vagyok. Ha már mentél, gyere visszafel azt akkor arra. Én megyek mindenfelé, mindenki nem normális. Térképpen elvileg látszom majd. Járok. Tudod, mi ismersz keresztül mindenet. Ja. A izébe végébb még a kamazot csinálom meg, ha hihetetlen. Jobban megy, mint a izé, cross. Látlak. Adod, figyelj. 70 liter anyagom van, benyek. Adjak? Csűrhetsz ide.
Csak várjál, 300-at adtam, lehet, hogy akkor belemegy az összes neked. Mindjárt. Nem, Gálám, aztán nem is muszáj bele, szerintem még visszaérünk. Durva, nézd meg, ez húzza azt, hallod? Az meg olyan tehetetlen volt, mint a picsa. Jók lettek most már különben a nekek valók. Hát tiszta röhely. Hol kell bemenni? Itt kell bemenni? Hol kell bemenni? Nem tudom, merre nem kell... Nem jó fele mész, Marek. Nem? Nem, kajak jobbra, mint Dallet. Tehát ő visszafelé mész már. Jobbra kellett volna menni még? Várjál, állj meg a... Ja tényleg, aha, nagyon jobbra kellett volna menni, ha. Ott majdnem visszafordultál már. Várjál, és itt nem tud bemenni? Kifogyott az üzemanyag a crossbow pillanat. Pillanat, vannak problémák. És itt ha bemegyünk, mennyi előtte? Nézzük már meg ezt. Hallod? Azon vagyok, várjál, csak földerítettem. Ne gyere utána, csak megnézem, hogy tart lehet-e menni. Szerintem ott lehet, ott már megjelölte be. Itt van egy nyiladék. Én azt hiszem erre szoktam bejönni egyébként. Vagy hát akkor mennyi arra, már ismered a placot, nem tudom. Ma megint éjszaka volt, te hallod? Én nem ott mentem be, de tehát arra is be lehet, de itt van benne közvetlen előtted. Belemész egy nagy tizé potokba. Bazza, ez milyen mély lehet, hallod itt előtte? Ott előtted van. Az urad volt, ahol lepte. Ajaj. Erre megyek utánad, aztán megnézzük. Na Bandi most mondhatja, hogy ezért a kamaz a király. Azt tudom, hova lettél vele. Megyek valahogy patakba beleálltam szépen okosan. Megjelenem a célt. Ja, itt jöttél te is végig. Aha. Uh-huh. Csak máshol jöttem be, de ugyanaz a szituáció. Csak jó legyen, hogy be kell fordulni, mert megint fölkapott bazer. Lóralba. Ja, jó voltál, mert idét bal oldalán jöttél. Itt végig mentem abba a patakba. Ha, oké. Okay. Hallod, ez az nagyon hosszú út. Különben az urat fogtuk volna előre, lehet jobban jártunk volna. Már rég kész lenne a pálya szerintem. Az azért pörgősebb. 1 óra 2 perc. Felett készrevágva. Mármint lepakolva, amik de még el vagyunk itt. Na megjöttem, jó. Bazze. Ez a krasz, ez baromi derdetlen ilyen nagy sarba. Fú, jó megszoptam. Valamelyik hülye meg ide a takadékbe ez a krasz. Ó. Nem tudod ki voltad? Nem tudom kik vannak itt, hallod? Talagszok vele, szólok neki. Király. Jó igen, volt egyébként. Ilyet ne csináljon be, pofán vele. Ja, itt meg csak, csak egy cél van, mi? Aha, hát azért is lett kész. Ja. Na jó van, oké. Okay. Köszönöm. Lepakoltad, vagy mi van vele? Nem tudom lepakolni már szerintem, vagy leengedni. Ja, persze, hülye vagyok. Nem szóltam be. Fullos már, fullos. Na mindegy, azért leszállítottuk a magyót. Ja. Igaz, hogy egyre rövidebb lett, mint tervben volt, de így is kész. Na, kösz is látszok, hogy itt voltatok. Csá, csumi mindenkinek. Sziasztok, jók legyetek. Üdv mindenkinek, vigyázzatok magatokra.